Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi. A szentmise előtt néhány perccel valaki megszólított, hogy múlt héten Izraelben voltunk, és a Tibor üdvözli az Atyát. A jelenlévők között vannak bizonyára többen, hogy tudják, hogy ez az én számomra mit jelent. Jelent egy olyan élményt, utalást egy olyan élményre, amit elfelejteni nem lehet. Találkozni a Szent Helyen, ott, ahol Jézus járt, és találkozni magával Jézussal, azzal a Jézussal, aki ott, nem valahol, hanem konkrét helyen, konkrét időben kiválasztotta a tanítványait, megszólította őket, velük együtt járt, tanította őket, és példát adott nekik. Odaadta az életét. És amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, mondta. Kereszténynek lenni több, mint szentföldi turistának lenni. Sokat segít egy szentföldi zarándokút ahhoz, hogy az ember rádöbbenjen arra, hogy igenis, közön van ahhoz, ami ott történt. De aztán utána mindenkinek a maga helyén, kinek Győrben, kinek Miskolcon, kinek a legkisebb faluban, vagy a világ legnagyobb városában gyümölcsöt kell hoznia. Gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Mi is a kereszténység?
Nem egyszerűen klubtagság. Sokszor pedig úgy tűnik, mintha nem volna más, mint egy kiválasztott elit klubhoz tartozni. Elegek vagyunk mi saját magunknak. Jól érezzük magunkat egymás között, de aztán, hogy mi történik a világban, mi történik az emberekkel, ahhoz nekünk igazából véve nincsen közünk. Az az ő dolguk. Égető kérdésekkel kell szembe nézni. Akár akarjuk, akár nem. Tegnap volt, attól függ, honnan nézzük, a győzelem napja. 70 éve véget ért a második világháború. A jelenlévők között bizonyára vannak, akiknek vannak még világháborús emlékei. Nekem egészen világosan. De a legelső emlékeim, hogy repülők húznak fönn az égen. Aztán kint Ausztriában, amikor éppen menekültek voltunk, apámat és egyik barátját, egy katona géppisztollyal körbe lőtte, miközben mi rettegve néztük. Hát ez a borzalmak közül még a legkisebbek közül való volt, mert nem hurcolták el, nem lőtték agyon. Aztán utána kezdődött valamiféle építés. Építés. 3 éves terv, 5 éves terv, szerzetesrendek felosztatása, egyházi iskolák megszüntetése, egy monolitikus, totalitárius, diktatórikus ideológia, minden hatósága és uralma, amit alig, hanem még mind a mai napig nem hevertünk ki, és az unokák se heverték ki. Mert valahol a zsigerekben még mindig jelen van. Halálbüntetés, menekült áradat. Ezek mind olyan kérdések, amelyekkel keresztényeknek is szembe kell nézni. Vajon ura vagyok én az életnek? Attól, hogy valaki gyilkol, attól nekem jogom van kioltani a másik életét. Vagy gazdasági szempont minden, olcsóbb a kivégzés, mint az életfogytiglan börtönnek az állami pénzelése. Embertelen. Menekültek. Menekültek át a földközi tengeren, vagy valahonnan közel és távol keletről. Olyan könnyen elfelejtjük Jézusnak a szavait, hogy éhes voltam és adtatok ennem, szomjas voltam és adtatok innom, idegen voltam és befogadtatok. Kemény kihívások előtt áll a kereszténység. Nem csak Európában, az egész világon. De sokszor úgy tűnik, hogy az európai kereszténység, pontosabban az európai keresztények, nem a kereszténység, csődöt mondtak. Amikor önmagukat nem merik vállalni, és képtelenek arra, hogy betöltsék saját hazájukat,
akkor rettegnek az idegenektől, akik más hagyományokkal rendelkeznek. Mindenek fölött tekintjük a szabadságot, az én szabadságomat. És ezt a szabadságot úgy értelmezzük, hogy nincsen határa. Pedig amit nem akarsz magadnak, azt teheted másnak. És a felebaráti szeretetnek a mértéke az önszeretet. Saját magunkat szeretjük. És legalább annyira kell szeretnünk másokat, az embereket. Hol vannak a keresztények? Megszólalnak-e? Ezekben a hetekben, ezekben a napokban sokfelé lehet olvasni, hogy mintha elnémultak volna a keresztények. Nincs véleményük? Kell, hogy legyen. Nincs bátorságuk képviselni a véleményüket? Kell, hogy legyen. Az elmúlt héten Rómában az Európai Püspöki Konferenciák vezetőinek és az Európai Keresztény Közösségek vezetőinek képviselői tanácskoztak, és egy nyilatkozatot adtak ki. Ebből hadd emeljek ki néhány gondolatot. A szabadságról van szó. Szabadságot kérünk. Olyan szabadságot, amely felemeli a hangját a nők elnyomása és a nők elleni erőszak ellen, bármilyen vallás nevében kövessék is el azt. Olyan szabadságot kérünk, amely megmenti a bevándorlókat, amely kész arra, és megtesz mindent, hogy megszüntesse a kétségbe esett elvándorlás okait. Olyan szabadságot kérünk, amely lehetővé teszi, hogy mindenki békében élhessen saját eredeti hazájában. Majd így folytatják, kicsit bonyolult a mondat, de remélem érteni fogjuk. Olyan szabadságot kérünk, amely szolidaritást kifejező szavakkal él a romákról alkotott előítéletekkel szemben. Nem láttam az eredeti szöveget, csak a magyar fordítással találkoztam tegnap este. A lényeg mindenképpen az, hogy ne cigányozzunk. Mindenki egyformán ember. Próbáljunk megszabadulni az előítéleteinktől. Olyan szabadságot kérünk, amely mindent megtesz, hogy véget vessen a modernkori rabszolgaságnak és az emberkereskedelemnek az egész világon. Hogy van emberkereskedelem, ez tény. Ha nem úhatjuk tudomásul venni, attól még van. Sokan tekintik az embert árucikknek. És a béke világnapi üzenete Ferenc pápánknak éppen a rabszolgaságról és az emberkereskedelemről szólt. Megtenni mindent, hogy ez megszűnjön. És olyan szabadságot kérünk, amely adománynak, ajándéknak tekinti a teremtett világot. És olyan szabadságot, amely a reményt választja a kétségbeesés helyett. És szolidáris a fiatalokkal, akik szeretnének munkába állni, és családot
alapítani. Attól félek, hogy ez a nyilatkozat, ez a felhívás süket fülekre talál. És továbbra is benne élünk, kispolgári kényelmünkben. Elvárjuk a politikusoktól, hogy védjenek meg minket idegenektől, mi pedig a magunk belső életét éljük külön felelősségvállalás nélkül. Elszigetelten élünk, sokszor a szomszédainkat sem ismerjük. Elszigetelten élünk, csak magunkkal törődünk. Megfeledkezünk arról, hogy kereszténynek lenni nem valamiféle elkülönülést jelent, egy kivételezett állapotban, hanem vállalást jelent, vállalását mindenkinek és mindennek. Amikor mindenkinek és mindennek a vállalásáról van szó, akkor tulajdonképpen az életnek a vállalásáról van szó, életszolgálatáról. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok. Nem is kell elmennünk nekünk, de gyümölcsöt hoznunk mindenképpen kellene, és nem vagyunk méltók a keresztény névre, hogyha nincs meg bennünk a vállalás, az elkötelezettség, az igazi szeretet.